Szerencsváros önkormányzata és a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében a Nemzetközi Nőnap alkalmából köszöntötték a hölgyeket március 6-án a színházteremben. A város polgármestere Nyíri Tibor köszöntötte a jelenlévőket, aki beszédében kiemelte, hogy egy évben legalább egy napot a nőknek szenteljenek, és köszönetet mondott nekik a szeretetért és a mindennapi törődésért. A polgármester a Nemzetközi Nőnap történetét idézte fel a jelenlévőknek. 1908-ban a New York-i varrónők fellázadtak és harcot indítottak jogaikért, többek között az emberségesebb bánásmódért. Azóta is ezért küzdenek, hiszen a fizetések, a munkahelyek, a szociális ellátások még mindig a nők helyzetét nehezítik. A beszéd végén a polgármester a színpadra hívta a Szerencsi Óvoda és Bölcsöde, Csalogány és Lepke csoport nagycsoportos fiait, akik az alkalomra készített műsorukat mutatták be. A köszöntőn Tóth Éva és Leblanc Győző szórakoztatta mulatós dallamokkal a megjelenteket. Az ünnepség végén egy-egy virággal köszöntötték a hölgyeket a képviselőtestület tagjai.